Most olvastam nem olyan régen, mert gondolkozgattam ezen, hogy néztem a közösségi oldalakat meg, hogy miket küldötök egymásról, egymásnak, magatokról, hogy ennek van ugye egy pontos kifejezése, a blog szó, és kérdezgettem is az ismerősöket, hogy pontosan ez mit jelent, ugye én idegen nyelvből nem vagyok annyira jó, és aztán találtam egy leíratot, ami szerint a blog az a web és a log kifejezésből egy mozaik szó, és a log része az tulajdonképpen egy naplót jelent. Aztán ahogy olvastam a különböző üzeneteket, amelyek a mindennapokból is származnak, üzenetüket, mert ugye több korosztálynak is láthatok a különböző bejegyzései kutyákról, függönyökről, reggelekről, gyerekkorról, főzésről, magányról, örömről, kirándulásról. Ezek mind arról a mikroközegről, vagy pici kis személyes közegről, ami a ti vagy az önök életében van. És az jutott eszembe, ugye én egy kis faluban lakom, hogy egy faluban általában van vegyesbolt, van temető, van kocsma, és hát ha a régi falukon vannak templomok, és ugye bizonyos rendszerekhez, a hithez tartozik, ugye az is, hogy elmennek a paphoz, nem csak imádkozni, hanem hát az lenne a rendje, szabály szerint, hogy gyónnak. Amennyire én tudom, én kérdezgettem így papokat, anélkül, hogy tudnám, hogy ki gyónt, hogy nagyon sokszor a belső küzdelmeiket mondják el az emberek, és ebben keresnek feloldozást, ehhez kapnak valamilyen javaslatot, és aztán az jutott eszembe, hogy valójában ahol egy beengedtetek, meg időnként is jelzitek, hogy meghallgatjátok, elolvassátok ezeket az üzeneteket, hogy ez egy nem csak az enyém, hanem a többieknek az üzenetei is gyónások. Hogy lehet ez az új forma, talán 10 évesnél sem régebbi, annak ellenére, hogy pontosan követhető, mégis valahogy a tömegéből adódóan ad valami olyan felszabadítást, aki a közlést végrehajtja, amiben könnyebben elmondja a mindennapi problémáit, bánatait, mintha egyszerűen otthon csak oda kéne menni a konyhába másikhoz, hogy te figyelj már, csináljuk már máshogy, mert mégiscsak én úgy gondolom, hogy szeretlek téged, meg tegnap én nem akartalak karácsonykor megsérteni, hanem van helyette egy ilyen furcsa, nagyon nagy erővel működő valami, még azt is mondhatnám, hogy olyas, mint egy ilyen fátyol, mert nem tud megfogni ezt a felületet, be tud kapcsolni a gépet, és akkor megnézed, és van egy élmény. Egy ilyen nagyon, nagyon misztikusnak tűnő dolog, pedig egyszerű elektronikus szerkezetekből van összerakva, ahol az emberek gyónnak. És aztán azon gondolkoztam, hogy ma már rengeteg hirdetés és rengeteg üzenet van, hogy a mostani eszközeink, ugye, hogy egy telefonnal tudsz borotválkozni, fogat mosni, főzni, mindent tudsz már egy telefonnal. Azt mondják is, hogy ezek okosabb, nem tudom, hogy még szerintem gyümölcsöt is lehet darálni ma már egy telefonnal. Régebben, amikor nekünk még nem volt telefonunk, meg Pestre kerültem, akkor én úgy gondoltam, hogy egy telefonnal telefonáljunk. Már az is nagy dolog lenne, de akkor nem volt telefon. És visszatérve ezekre az eszközökre, hogy ezekben van kamera. Van képrögzítő eszköz. Sőt, már van, amelyikhez zsinó se kell, és azonnal elküldi az üzeneteket. És amikor volt időm rá, néztem, hogy én küldtem nektek üzenetet, hogy mondjuk tavasz van. Vagy küldtem nektek úgy üzenetet, hogy azon gondolkoztam, hogy nem szép a kép, nincs igazából jól megvilágítva a fej, tehát nem
pontosan filmes ez az üzenet, de úgy éreztem, hogy fontos, hogy beszéljünk, mármint, hogy én beszéljek hozzátok, mert én alapvetően úgy képzeltem, hogy ti is beszéltek. Akkor a következő lépcső az volt, hogy azt éltem meg, hogy engem itt a gyónásommal egyedül hagynak, mert a többiek nem mondanak semmit úgy, hogy én megnézem, hogy ők hogy vannak. És tegnap éjjel ugrott be, hogy nem olyan egyszerű dolog ez, mert ha nem írom a szöveget, amit többször kontrollálni tudok, hanem oda viszek egy kis telefont, vagy kamerát, valamit, és fölveszem azt a környezetet, akkor nem tudok mit csinálni a háttérrel, nem tudok mit csinálni a fénnyel, nem tudok mit csinálni a ruhámmal, nem tudok mit csinálni saját magammal, mert onnantól kezdve az olyan lesz, ahogy volt abban a közegben. Nincs rajta semmi olyan máz, mint amit mondjuk a televíziózásban láthatunk, a mindennapi televíziózásban, ahol zenekar van, fények vannak, színpad van, és showműsor, és stb. Hanem ott vagyok, és azt mondom, hogy jó napot kívánok, ilyen vagyok. Hogy így néz ki az orrom, hogy így néz ki a fejem, rittő. És aztán eszembe jutott, meg igazából, hogy is mondjam, szakoznom kellett. Lehet, hogy azért tényleg nem olyan egyszerű dolog mondjuk valahova odaállni napról napra, még ha a technikai eszköz meg is van, és azt mondani, hogy jó, ma egy bablevest főztem, ma ezt a függönyt cseréltük ki. Mert hogy akkor én onnantól kezdve, bár működik már a gyónás, mert írunk, hogy a kis cica szürke lett, de jobban felelősséget kell vállalnunk magunkért, mert odaállunk, és azt mondjuk, hogy ugye nincs fölkészülő az ember, véletlenül, hogy beszél, oldalra fordul, és kiderül, hogy oldalról így néz ki az egész. Meg, hogy lapos a feje, hátulról, vagy nem tudom, bármi. És ezért elnézést kérek mindenkitől, hogy én úgy gondoltam, hogy olyan könnyű üzeneteket küldeni, tehát szeretném ezt módosítani, és bocsánatot kérek, hogy bennem egy kis, hogy is mondjam, júj, pedig annyira szeretném mondani a szót, hogy olyan, hogy nem vagyok elég türelmes, és azt mondom, hogy de hát miért csak azt csináljátok, hogy azt nézitek, hogy én most akkor küldök-e valamit, vagy nem. Ez nem így van. Tehát én tök boldog vagyok azért, hogy egyáltalán meghallgatok. Nekem már az is jó. Ez az én türelmetlenségem, hogy azt mondom, hogy de hát megvettétek azt az iszonyatos drága ezért karácsony, nem tudom, ott van, miért nem dolgoztok vele? Türelem. És nincs semmi gond. Minden rendben van, és még egyszer bocsánatot kérek bárkitől, akitől elnézést kértem. Mert ugye ez nem tévé, tehát nem az van, hogy most valami tévéműsorban valami szerkesztő, vagy valami rendező, vagy nem tudom, a producerek, vagy a különböző kereskedelmi tévék megmondják, hogy legyen, mint legyen, legyen vicces, legyen szomorú. Én egyszerűen köszönöm azt, hogy így együtt lehetünk, és ráadásul a mi dolgunkba nem szól bele senki, mert ha ti megnézitek, akkor ugye látjátok, hogy kicsit nyálas a szám, tehát ez a mi ügyünk marad, én meg türelmes vagyok, hogy én most még nem tudom megnézni, hogy nektek nyálas-e a szátok.